Kosztolányi, Karinti. Panelek mögött ezt a címet viseli Losonczy Attila novellás kötete, melyet szeptember 23-án a Mester Galéria és közösségi térben mutattak be. Ami mostanság segítette a munkámat, hogy pár évvel ezelőtt alkotója lettem a 7. irodalmi folyóiratnak, ez egy online folyóirat, idén lett 5 éves. Losonczy Attila Budapesten született 1975-ben, jelenleg is itt él. Saját bevallása szerint történeteket ír azóta, mióta írni, olvasni megtanult. 2009 óta rendszeresen jelennek meg írásai különböző folyóiratokban és antológiákban. Számos műfajban alkotott már többek között például a történelem és a fantasy világában is járatos. A Hollószárnya félhold felett című novellájából 2016-ban még rádiójáték is született. Nálunk a családunkban a történetmesélés az hagyomány. Édesanyám... Könyvbemutatón a szerzővel Fejér Renátó, a Mester Galéria és közösségi tér munkatársa beszélgetett. Ez a mostani novellás kötet az elmúlt 12 év terméséből lett összeválogatva. A témája pedig a hétköznapi életben ért inspirációk alapján született művek, panelek mögött is. Ez a cím is ezt mutatja, ezt a panellétet, ugyanis gyerekkoromban én 9 éves koromig Óbudán nevelkedtem panelházban, amely adott egyfajta biztonságot, ugyanakkor részben le is szűkítette a perspektívát, és hát a részben az ottani élményeim, meg a későbbi élményeim, valamint hát ugye, ahogy utazom úton, útfélen munkahelyre, hazafelé, amit látok, hallok, az alapján. Vagy pedig mások, vannak olyan történetek is persze, amelyek mások elbeszélése nyomán született. Petrőczy Éva, József Attila díjas költő, író, műfordító, irodalomtörténész, publicista, a Károli Gáspár Református Egyetem nyugalmazott egyetemi docense, így méltatja Losonczy Attila Panelek mögött című munkáját. Jól esik napjainkban egy ilyen tengerszemtisztaságú kötettel találkozni, amelyben még egy mulatságos sakkfigura dramomolettet, a Ha a bábok beszélnéneket is kihallgathattunk.